Gábor, örülünk, hogy látunk itt a kamerák előtt. Minden rendben van? Köszönöm szépen a kérdéseteket, meg az örömet is. Most már minden, igen, hál' Istennek, bár hozzáteszem, hogy ez elég enyhe lefolyású volt ez az egész, csak ugye itt a különböző tesztekre vártunk, és azért ez nem volt rövid, amíg negatívat sikerült produkálni. Eközben még nem tudtál csatlakozni a válogatotthoz, hogyan tartottátok a kapcsolatot, hogyan ment a közös munka egy az éteren keresztül? Nyilván ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat, és azért itt egy kicsit más a helyzet, mint a Ferencvárosnál volt, mert itt azért a Gáborral relatív régóta együtt dolgozunk, tehát itt mindent rábíztam. Ugye nyilván folyamatosan kapcsolatban voltunk, a videórendszerünkbe az edzésekre bele tudtam tekinteni. Nyilván nem real time-ban, de visszamenőleg meg tudtam nézni, és az itt a Görbicen itt is nagyon-nagyon komolyan segített abba, hogy itt fennakadás nélkül legyen, vagy menjen a munka. Danyi Gáborhoz fordulnék, hogy minden rendben van a helyszínen, Győrben? Igen, én azt gondolom, hogy itt a szállodában is az edzés lehetőségeink, a csapat körüli dolgok minden rendben vannak, és egy nagyon egészséges várakozással tekintünk a hétvége elé. Nagyon-nagyon jó hangulatban érkeztem ide betegnap, tehát nem az én hangulatom, hanem ami itt fogadott. Iszonyatosan azt látom, hogy rendben vannak a lányok, mind lelkileg, mind pszichésen. Amikor vasárnap beérkeztünk, egy regeneráló edzéssel kezdtünk, hiszen a előző napi BL mérkőzés azért egy nagyon komoly terhelés volt. Én egy csapat megbeszélésen elmondtam, hogy mostantól kezdve mindenki próbáljon, koncentráljon a válogatott feladataira. Nyilván ezt nem lehet egy mondattal átkötni és elintézni, de az igazi, hogy mondjam, ismérve ennek az, ahogy másnaptól elkezdtek dolgozni, és azt kell, hogy mondjam, hogy egyáltalán nem okozott ez az itteni munkába fennakadást, vagy nem láttam csalódottságot rajtuk, túltették magukat rajta. Nyilván nem voltak boldogok, de maximálisan a válogatott edzéseire koncentráltak, és ez nem látszott a teljesítményükön negatív irányba. Decemberi Európa-bajnokságon kialakított és egy ott használt, nyilván nem a teljesség igényével a védekezés és a támadásban a taktikánk már megvolt. Ebbe olyan nagyon-nagyon belenyúlni lehetőségre egyáltalán nincs is, illetve nem is célszerű, nem is hatékony, hogyha most még valami nagyon nagy újjal akarunk. A meglevő dolgainkat akarjuk jobban, hatékonyabban és eredményesebben felhasználni és kialakítani, és úgy elérni a céljainkat. Tehát azt mondom, hogy egy jól kialakított védekezés, támadás koncepciót, egy arculatot szeretnénk még jobbá tenni, és még hatékonyabban játszani. Célunk teljesüljön, ahhoz a Kazahsztán mérkőzés is le kell hoznunk, és ennek megfelelően kell kezelnünk, hogy nem lehet kérdés, hogy egy győzelemmel kell kezdenünk, de nyilvánvalóan kimondatlanul a másnapi szerb mérkőzés lesz a kulcs, és ezt kell jól helyre tennünk és érzékeltetnünk, mekkora hangsúlyt, milyen cserékkel, milyen felállásba. Erre van egy tervünk, beszélgettünk már a Gáborral erről, szépen lépésről lépésre haladunk.